Előre fel szeretném hívni a kedves embertársaim figyelmét, hogy én nem várom senkitől sem, hogy higgyen nekem. Én nem azért mondom, hogy amit mondok, hogy meggyőzzek vele bárkit is, hanem azért mondom, hogy akinek füle van a hallásra, meghallhatja, hogy hogyan működik a rendszer. Ez a földi rendszer, az elbukott földi rendszer. És hogyan lehetne megszabadulni tőle, azt tudjon megszabadulni. Ez az egyedüli cél. Ezekkel a videókkal, ezekkel a felvételekkel. És mindenképp azt javaslom mindenkinek, hogy vizsgáljon meg mindent, az én szavaimat is. Személyesen forduljon. Személyesen hozzon egy olyan döntést, hogy nem éri be a moslékkal. Hogy elég volt a moslékból, és szeretne igaz táplálékot, ami igaz békességet ad az ő lelkének. Mert aki nem hoz egy ilyen személyes döntést, hanem folyton csárdásol, két lépés balra, két lépés jobbra, az olyan személyeknek ezek a felvételek nem tudnak segíteni egyáltalán. Nem tudnak segíteni, sőt, még fel is lázadnak, és azt fogják gondolni, hogy én vagyok a gonosz ember, hogy ilyen dolgokat megosztok az interneten, amíg még nyilván van erre lehetőség, mert nem sokáig lesz erre lehetőség, sajnos. Mai kérdés az, hogy hogyan taszítják a vallási rendszerek az embert a kározatba. A válasz nagyon egyszerű, tehát egyszerűbb, mint gondolnánk. Bizonyos válaszok azért tűnnek komplikáltnak, mert az ember túlságosan el van távolodva az igazságtól, túlságosan meg van vezetve. És azon a szinten, ahol van az emberiség, az egyszerű kijelentés, az egyszerű bölcsesség is komplikáltnak tűnik. De valójában nem az, hanem az emberiség van elbutulva annyira, hogy az már lassan leírhatatlan, szavakkal kimondhatatlan. Tehát a válasz a kérdésre, hogy hogyan taszítják a vallási rendszerek az embert a kározatba, nagyon egyszerű. És elmondom már itt a legelején, hogy igenis a válasz megtalálható a Bibliában, azon belül Jézus tanításaiban, aki ismeri gyermeki alázattal, olvassa az ő tanításait, bekebelezi azokat, megismeri, teljesen biztos, hogy alkalmassá válik arra, hogy legalább saját maga és a családtagjait számára lebuktassa ezt az egész színházat, és megszabaduljon tőle. Tehát meg lehet, nagyon könnyen meg lehet érteni Jézus beszédeiből, hogy hogyan taszítják a vallási rendszerek az embert a kározatba. Hogy a vallási rendszerek a látszat ellenére pont épp az ellenkező irányba taszítják az emberiséget, az embereket. És nehogy valaki itt azt gondolja, hogy ez csak a muzulmánokra érvényes, meg a hindukra, meg különböző, mit tudom én, keleti vallásokra. Ne. Ez a leginkább a kereszténységre érvényes. A kereszténységben a legdurvább a megtévesztés, a félrevezetés, az önáltatás, az önaltatás. Én voltam keleten, zarándokoltam Indiában, Nepálban, akkora önállítást, akkora önbutítást, mint a kereszténységben sehol nem láttam. Megmondom őszintén, babonák vannak mindenhol a világban, sajnos, de olyan, mint a kereszténységben, hú, az hihetetlen, valami lenyűgöző. És miért? Erről is többször beszéltem már. Azért, mert a kereszténység a legszentebb neveket, a legszentebb terminusokat használja fel az emberek átverésére, az emberek butítására, az emberek sötétségben tartására. Ez történik. Mert amikor az ember Jézus nevében kezdi átverni magát és embertársait, Ott már vége mindennek. Ott nincs visszaút. Mert az a név, amiben meg lehetne kapaszkodni,
az arra van felhasználva, hogy az embereket a sötétségben tartsák. Ez a kereszténység. Itt hangsúlyozom, hogy itt nem az emberekre gondolok, az egyénekre. Mert a kereszténysége belül is, akik ugye be vannak keresztelve valamilyen szektába, valamilyen felekezetbe, a katolikus egyházba, vagy bárhova, közöttük is vannak olyanok, akik nem hiszik el azt az itt. Lehet, hogy még nincsen bátorságú felvállalni azt, hogy te fiúk, én ezt nem hiszem el, akármit mond a pap bácsi, meg ott az a főatya, meg a nem tudom én ki, én nem tudom ezt elhinni. Nem mindenkinek van bátorsága ezt felvállalni, de viszont egyesek, tudom, hogy ott is látják. Egyesek látják a hídgyüliben is, a baptisták, a Jehova tanúi között is látják azt, hogy a rendszer, maga a rendszer, az emberi szervezet pont az ellentéte annak, amit Jézus mondott. Hát hogy van az, hogy valaki megismert az igazságot, ami felszabadít, és még mindig emberekre figyel? Még mindig embereket követ? Még mindig emberek mondják meg neki, mit kell csinálni? És közben ő azt hajtogatja magának, hogy az igazság felszabadít. Hogy Jézus az út, az igazság és az élet, közben ő Jézus nevében követi a pásztorokat, a világi vezetőket, a vallási vezetőket. Hát álljon meg a verekedés. Hogy lehetséges ez? Milyen felszabadulás, milyen megszabadulás történt egy emberrel, aki Jézus nevében és Isten nevében még mindig embereket követ? Hol van itt a szabadság? Én nem értem. Ehhez nem kell sem Jézus, sem Isten, sem Biblia, semmi, hogy valaki embereket kövessen, mert eleve ebbe van beleszületve. Ebbe született bele az ember. Abba, hogy folyton bólogasson, embereket kövessen, ne keressen semmit, ne próbálja feltárni, ne próbálja megismerni az életnek a lényegét, hanem az emberi tekintélyek mondják meg neki folyton, mit kell csinálni. Ez történik a régi kereszténységben, és a megújuló karizmatikus kereszténységben, ugye, ami van a katolikus egyházban is, a magyarországi leghíresebb és legelterjedtebb formája, a hídgyülekezete, ugye, meg a Jehova tanúi, meg a társai, meg van újítva, vagányabbak a dalok, ugye, jobban betültekeznek az emberek. De ennyi. Ennyi. Ugyanaz a dogma, ugyanaz a hazugság, ugyanúgy emberi tekintélyet követnek az emberek, és ugyanúgy nem ismerik az igazságot, ugyanúgy nincsen személyes kapcsolatuk az igazsággal. Ők azt mondják, hogy van. Azt mondják, hogy van saját maguknak, hogy becsapják, hogy jaj, hogy személyes kapcsolat van a megváltóval. Persze, hogy ne volna személyes kapcsolat a megváltóval. Annak van személyes kapcsolata vele az ő lelkével, az igazság lelkével, akinek van bátorsága azt cselekedni, amit ő cselekedett. Jézus milyen embert követett itt a Földön? Valakit követett ő a Földön? Valaki után ment, és valakit próbált ő, hogy mondjam, követni, meg bálványozni? Nem. Ilyet nem csinált ő. Sőt, az apostolokat, a barátait, még a saját maga fizikai jelenlététől is megfosztotta. Azt mondta, hogy fiúk, meg kell halljak. Ezzel fog bizonyságot tenni arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. Én nem félek a haláltól. Én nem a testben reménykedek. El fogok menni, de szükségetek van nektek arra, hogy én elmenjek, hogy ne az én fizikai személyembe támaszkodjatok, hanem ti is megtehetek avval a lélekkel, amely által jártam, keltem a világban és cselekedtem. Miért a legveszélyesebb, a legsátánibb dolog a kereszténység a világon? Azért, mert ott a Jézus nevében történik az, ami máshol, mit tudom, a szobrok nevében történik. Tejenek szobra előtt, meg különböző szobrok, emberek szobra előtt történik az emberkövetés. Ember követ embert, vak vezet világtalant, mind a kettő szakadékba esik. A kereszténységben ez Jézus nevében történik sajnos. Isten könyörüljön mindannyiunkon, mindenkin, aki ebben az óriási hibában benne van. És sajnos az történik, hogy hiába, hogy bizonyos emberek kijöttek a vallásokból, hát a kicsi kapun kijöttek és bementek a nagy kapun. Nagyon sok helyen ez történt. Vagy a nagy kapun kijöttek, bementek a kicsi kapun. De legrosszabb értelemben. Ilyen kis szektákba tömörültek, és ugyanúgy embereket követnek. Emberek mondják meg, mit kell csinálni. Rettegésben tartják egy-két ember,
rettegésben tart 10-20-30-50-100 embert. Lelkileg, pszichailag manipulálja őket. Egy ilyen lelki terror alatt tartja őket. Jézus nevében, Isten nevében. És azt mondogatják, hogy kijöttek Babilonból, ők már nem tartoznak a vallásokhoz. Sokkal rosszabb lett az állapotuk, mint az előző, amilyen volt. Jobb lett volna, hogy a katolikus vallásban maradtak volna. Mert ott legalább ott volt egy kis szabadság, tudtak ottan gondolkodni. Magukért. Tudták keresni a személyes kapcsolatot. Most már a tekintély, a kis tekintély megmond mindent nekik. És nem mernek egyszerűen gondolkodni, mert az ördögtől van a gondolkodás, ugye? Nem mernek kérdéseket feltenni. Ez történik kicsiben és nagyban. Az emberek kijönnek a vederből, és a cseberből belemennek a vederbe. Sokkal rosszabb, sokkal rosszabb. Maradtak volna inkább a cseberbe. Ott legalább még közbe-közbe elgondolkodtak volna azon, hogy mi az életnek az értelme, hogy vajon mi történt, hogy bukott így az emberiség. De most már megmondja nekik valaki, egy kisebb tekintély, nem a római vatikáni tekintély, hanem egy ilyen kisebb tekintély, ilyen önjelölt tekintély. És még mindig ember követ embert, embereket. Emberek követnek embert, Jézus nevében ráadásul. Na de nézzük meg, hogy az evangélium szerint hogyan is történik az, hogy a vallási rendszerek, a nagy rendszerek és a kicsi rendszerek egyaránt hogyan taszítják bele az embert a kározatba. Beteszem a képernyőre. Azért használom én az evangéliumot, drága barátaim. Megmondom őszintén, hogy azt, amit most én mondok, el tudnám mondani az evangéliumok nélkül is. Saját szavaimmal, folyton saját szavaimmal tudnék beszélni. Az ég adta világon semmi szükségem nem volna arra, hogy az evangéliumokat idézzem. Miért? Azért, mert az igazság ismeretében az ember szabaddá válik, nem kell, hogy folyton idézzen. Pál sem idézte Jézust folyton, vagy az apostolok nem idézgették őt. Ők megkapták azt a lelket, amit Jézus is megkapott, és ami őt feltámasztotta. Elmondom, hogy miért idézem az evangéliumokat. Azért idézem, drága barátaim, az Jézusnak a tanításait. Mert megmondatott, hogy az ő nevének kell felemelteteni. Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy tőlem meg fog tanulni mindent, ne. Én irányjelző tábla vagyok, útjelző tábla vagyok azok számára, akik keresnek. Akik nem keresnek, azoknak egy lúzer, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt. Élősködő ember, aki nem dolgozik pénzért meg. Ugye a társadalomnak a selejtje vagyok azok számára, akik nem keresik az igazságot, és nem is érdekli őket, hogy merre jöttünk és merre tartunk. Tehát a lényeg az, hogy az ő neve kell felemeltessen, mert velem bármikor történik, orra esik, kész, betörtem a fejem, és eltemettek. De aki engemet hall, tudni fogja, hogy nekem a tudományom, a bölcsességem, amit kaptam, az tőle származik. Nem elég valakinek, hogyha rám figyel, mert én halandó vagyok. De viszont Jézusnak a szavai megvannak, azok le vannak rögzítve a négy evangéliumban. Bárki megismereti őket, bárhol megtalálhatja tiszta ingyen, letöltheti, ingyen is megkaphatja a Gedeon fordítás például, elolvashatja az ő tanításait. És ne az apokrifeket keressétek, mert óriási megtévesztés. És később, aki ezt hallja, meg fogja érteni, hogy miért megtévesztés az apokrif. És miért pont az a négy evangélium fontos, azt kell megismerni. Aki igazán érdeklődik az igazság iránt, meg fogja érteni. A többi úgysem fogja megérteni. Nem tudom én betuszkolni a szájába, begyömöszölni a szájába, hogy miért ne az apokrifeket olvassa, és miért a hivatalos evangéliumokat. Aki álhatatos, aki nem éri be a moslékkal, úgyis meg fogja érteni, hogy az apokrifek miért vannak elhamisítva, miért írták meg az apokrifeket, és mit akarnak vele csinálni az emberek. És miért a négy hivatalos evangéliumban van meg az igazság, amit tényleg fel lehet használni a szabadulásra, konkrétan. Nem csak az elmében, hanem a gyakorlatban is.
Tehát az én dolgom az, hogy az ő nevét felemeljem, hogy felhívjam az embertársaim figyelmét, hogy az négy evangélium valóban olyan tanításokat tartalmaz, amelyeket, hogyha az ember megismer, gyermekgyalázattal olvas, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni. Nem fog benne maradni a szervezetekben, a vallási rendszerekben, az emberi rendszerekben, szabad lélekké fog válni, sőt, még arra is alkalmassá válik, hogy segítsen embertársainak a megszabadulásban. Azt mondja Jézus, hogy de jaj néktek képmutató írástudó kis farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Na ez történik a rendszerekkel, drága barátni, az összes rendszer. Nem csak az ilyen kommunizmus, meg fasizmus, meg az ilyen rendszerek, hanem az összes vallási rendszer. Ezt a célt szolgálja, hogy azoknak a vezetői nem fognak bemenni Isten országába, nem fogják meglátni Isten országát. Távol állnak attól, hogy azt cselekedjék, amit Jézus cselekedett. A legtávolabb ők állnak. Az írástudók, meg a farizeusok, az okoskodó papok és a vallási vezetők, ők vannak a legtávolabb. Ők vannak a legjobban behodolva a föld urának, ugye a sátánnak. Ez nem is kérdés. Aki számára ez kérdés, nyugodtan kapcsolja ki ezt a videót, és menjen vissza oda, ahol volt, maradjon ott a vallásban, ne foglalkozzon az ilyen videókkal, amiket én készítek. Tehát azt mondja, hogy ott vagytok a mennyek kapuja előtt, miért vannak ott a mennyek kapuja előtt? A mennyország kapuja előtt, ugye mennyek országát bezárjátok. Azért, mert ők ismerik az igazságot lexikálisan. Az agyukban ismerik az igazságot nagyon sok ilyen tanító, meg mester, meg vallási vezető, meg papbácsi, meg bíboros, meg püspök, meg társai ismerik az igazságot. A Bibliában valóban benne van az igazság. Ők ismerik azt, csak ők nem akarják megérinteni, nem akarják azt cselekedni, mert megszokták a kényelmet, megszedték a kényelmet, teljesen testivé váltak. Ismerik az igazságot agyban, de cselekedetben meg lélekben nem ismerik azt. És ezért az igazságot, a Biblia kijelentéseit felhasználják arra, hogy az embereket manipulálják. A kereszténység erről szólt mindig is. Sosem volt kivétel. Mindig is erről szólt a kereszténység, hogy az igazságot felhasználva az embereket becsapják. A Bibliát felhasználva az embereket becsapják. A Bibliáról mondtam már többször is, hogy a legjobb eszköz, legjobb tárgyi eszköz az igazság megismerésére, de ugyanakkor a legveszélyesebb eszköz is, mert fel lehet használni az embereknek a manipulálására, a lelki zsarolására, a lelki terrorizálására. Ez a Biblia. Sajnos ez így van, ezt meg lehet csinálni. Én is meg tudnám csinálni. Sőt, csináltam is, tudatlanul, valamilyen mértékig. Őszintén bánom, Isten bocsássa meg nekem. Beleestem én is abba a csapdába, abba a lelkületbe, abba a szellemiségbe, hogy az igazság szavait használtam fel arra, hogy embereket terrorizáljak velem, és frusztrációban tartsak. Tévedtem, őszintén bánom. Tehát bezárja a vallási rendszer, bezárják a mennyek országának kapuját, akik vezetik a vallási rendszereket teljesen biztos, hogy nem fogják meglátni azt, amiről Jézus beszélt. És amit az apostolok láttak, ugye? Amit Péter meg a társai láttak, a proféták láttak, teljesen biztos, hogy nem fogják meglátni, ha meg nem tagadják azt a rendszert, és nem fohászkodnak, nem hagyják el mindenüket, a tekintélyüket, a titulust, a papbácsi, meg a főesperes, meg a nem tudom én mi, a főatya, meg a szentatya. Ezeket a titulusokat, hogyha nem hagyják el, teljesen biztos, hogy semmi esélyük nincs arra, mert lássák az igazságot. Ha nem jönnek ki, nem fohászkodnak Istenhez, hogy szabadítsa meg őket, hogy vegyen el tőlük mindent, földi hiába valóságot, teljesen biztos, hogy nem fogják meglátni Isten országát. És bezárják az emberek előtt a mennyek kapuját, mert az igazságot felhasználva őket egy lágy, meleg, langyos állapotban tartják, mint ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg ne vagy, sem hív, sem hideg, sem meleg, sem hideg, sem forró. Vagy ha hideg vonál vagy hív, bár csak hideg lennél, vagy meleg, vagy forró, ugye nagy valaki félreértse. Bár csak hideg lennél, vagy forró, akkor tudnék valamit kezdeni veled.
Mert az ember, hogyha hideg, akkor téved. És ha téved, akkor megérti, hogy tévedett, és akkor valamit meg fog érteni. De a langyos állapotban az ég adta világon senkit nem képes semmit sem megérteni. Ez teljesen biztos. Így, mivel lágy meleg vagy, tehát langyos vagy, nem vagy sem hideg, sem forró, kivetlek téged a számból. Tehát el fogod veszíteni lehetőséget, az igazság megismerésének a lehetőségét, mert langyos vagy. Kettőt csárdásolsz a világ felé, kettőt az igazság felé, és folytani csárdásolsz. Addig, amíg eltelnek az évek, megöregedsz, elmész a kórházba, majd szépen eltemetnek. Nagyjából ez történik. És a vallások ebben az állapotban tartják az embereket. Tehát nem is hidegek, nem is forrók. Ott középen ottan sántikálnak, használják Jézus nevét, Isten nevét, de ugyanúgy becsapják magukat, embertársaikat, ugyanolyan gonoszok, mint korábban, aminek voltak. Csak ki már Jézus nevében, és szégyent hoznak az ő nevére, Isten nevére. Egy pogány meghallja, hogy Jézusról beszél, és látja, hogy hogy él, azt mondja, te, ne haragudjál, de ennél még az én tehén szobrom is keményebb. Érted? Sajnos ez van. Azt mondja Jézus, hogy mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni. Tehát óriási terheket kötöznek az emberekre az írástudók, a vallási vezetők, de ők nem foglalkoznak. Ők csak elmondják szépen, megmutatják az embereknek, és azok próbálják betartani, de hát szakadnak ketté, mert nem tudják, valami hiányzik. A lélek hiányzik belőle, mert ők folyton a vallási vezetőkre hallgattak, nem ismerték meg az evangéliumot, nem ismerték meg a Jézus tanításait, nem teltek meg lélekkel, nem tudtak önállóvá válni, mint az apostolok. Az apostolok, amikor megkapták a Szent Lelket, önállóvá váltak. Jézus már nem volt sehol, mert az ő teste felment a mennybe, ugye elragadtatott, felment a mennybe. És csak a lelke maradt, ami ugye elválasztotta az emberek, az igazságkereső embereknek a szívét. És az vezette őket, szabaddá váltak, nem kellett embereket kövessenek, ugye? Ez történt. De vallásvezetők folyton megmondják, mit kell csinálni, így hát az ember nem kell gondolkodjon. Tehát sokkal többet ártanak az emberiségnek, a bolygónak, a világnak, mint amit használnak a vallási vezetők. Mert az embereket elgépiesítik Jézus nevében, Isten nevében. Ez történik sajnos. Ez fontos meglátni, fontos elmondani, megosztani embertársainkkal, hogy aki meghallja, kapjon esélyt az ébredésre, a szabadulásra. Mert aki ezt nem érti meg, nem hallja meg, hogy ez hogyan működik, nem fog tudni megszabadulni. Benne maradt a langyos állapotban, a humanista szellemiségben, és ilyen humanista, lágymeleg, langyos emberként megy bele a kárhozatba. Nem fogja meglátni azt, amiről Jézus beszélt. Mert langyosságban maradt a vallások által. Na de hogyan is taszítják a vallási rendszerek az embert a kárhozatban? A vallási rendszerek, mint tudjuk, ugye arról szólnak, hogy az embereknek meg van tiltva minden, a követőknek meg van, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, reggel, délbe, este, ne, ugye? Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. És még azt mondják bizonyos személyek, ugye, akik tényleg be vannak csapva, hogy Jézus ugyanazt mondta, mint Konfuciusz, hogy ne tedd azt az embertársaiddal, amit nem szeretnéd, hogy az embertársaid veled tegyenek. Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy tedd azt, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az embertársaid. A vallások folyton a tiltásról szóltak. A frusztrációkeltésről szóltak, drága barátaim. Az sosem szólt semmilyen rendszer másról, mint a frusztrációkeltésről. És az emberek élve úgymond elsorvadtak. Ilyen, hogy mondjam, élő zombikká váltak. Mert ugye más nem haladtak a templomba, meg a különböző helyeken, ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne. Nem azt mondják, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, vagy csináld azt. Nem azt mondják, hogy ismernek,
Jézusnak a szavait, és kövessed azokat. Nem ezt mondják. Mert hogyha valaki megismer Jézus szavait, abban a helyben kivonálva a rendszerből, többet, egy fillét nem kapnak ők tőled. Mert megérted, hogy mekkora átverésben volt részed. És azt a fillét, azt a forintot elhűszed inkább egy rázorulónak, egy koldusnak, egy hontalannak, és sokkal többet segítesz vele, mint az irgalmas szamaritánus. És megszokod azt, hogyha van egy kicsi pénzed, akkor azt megosztod, van egy kicsi javad, azt megosztod embertársaiddal. Nem a farizeusokkal, nem a vallási vezetőkkel, nem a rendszerekkel, az emberi rendszerekkel, nem a géppel, nem Sátánnal, hanem a rászorulókkal, a hontalanokkal, akinek szüksége van egy kis pénzre, hogy vegyen egy kenyeret magának. Sokkal jobban jár az ember vele. Tehát nem mondják azt, hogy ismerd meg Jézust, hanem ha mondják, és azt úgy mondják, hogyha te folyton idejössz hozzám, folyton eljössz a YouTube csatornámra, akkor meg fogod ismerni Jézust. Én nem szabad ilyen mondjak neked, mert becsaplak vele. Te általam nem tudod megismerni Jézust, Krisztust, az igazság útját. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy te általam megismerd az igazság útját. Az ég adta világon egy olyan ember sincs, aki alkalmas erre. Sem a pápa, sem a dalai láma, egyik sem. Sem a gyülekezeti vezetők. Senki az ég adta világon nem alkalmas arra, hogy téged vagy bárki mást elvezessen az igazságra. Az én dolgom nem az, hogy én megtanítsak embertársaimnak mindent, amit én megismertem, amit megtudtam. Az én dolgom az, hogy bizonságot tegyek, hogy létezik az igazság útja, aki szorgalmasan keresi, megtalálja azt. Aki személyesen megismeri Krisztust, az evangéliumot, teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni. Akinek folyton rám van szüksége, vagy egy másik vezetőre van szüksége, az teljesen biztos, hogy nem is kíváncsi Jézusra, hogy igazából. Az emberi szavakra kíváncsi csak. Nem akarja megélni azt az élményt, amit az apostolok megéltek pünköstkor, amikor a Szentlélek kiáradt, amikor újjászülettek. Nem azt mondta Jézus, hogy mennyi folyton templomba, de hallgassad ezeket a vallási vezetőket, hogy mit mondanak, hogyan vélekednek ők a mennyek országáról, hanem azt mondta, hogy aki nem fog újjászületni, nem látja meg Isten országát. Aki hallja az én beszédeimet és megtartja azokat, újjá fog születni, és meglátja Isten országát. Tehát ezért az én szerepem csupán annyi, mindenki életében, bárki életében, hogy bizonságot teszek az igazság útjáról. Elmondom, hogy van egy ilyen út, nem kötelező, de hogyha érdekel, akkor megtapasztalhatod. Te elmehetsz, és ráléphetsz arra az útra, és lesz igazi örömöt, lelki békét, és szabad ember leszel. És az életed nem komplikáltabb lesz. Nem fogsz még halmozni ingatlanokat meg mindent, hanem egyszerűbb mindent kezdesz eladni, elpakolni. Neki fogsz elköltözni a földről, hogy szabad emberként távozzál. Ezzel szemben mi történik a kereszténységben, ugye? Az emberek beszélnek Istenről, a lelkiekről, mennyek országáról, és az anyagi javaikban fuldokolnak. A napjaik 24 óráját, vagy 16-ot ugye arra fordítanak, hogy folyton port törögessenek arról, ami rothat, ami már most menjen vissza a földbe, Jézus nevében. Erről sokszor beszéltem már, és még sokszor fogok beszélni, hogy fejjem a figyelmet, hogy óriási átverések vannak, az ember saját magát becsapja, és aki Jézus nevében csapja be magát, az ember menthetetlen. Jézus maga mondta, hogy sokan jöztök hozzám, és kéritek majd, hogy nem az én nevemben, nem a te nevedben profitáltunk, beszélgettünk, azt mondom, hogy te nem ismertelek. Ne haragudjatok meg, de nem ismertelek, nem találkoztunk mi. Tehát ott tartunk, hogy a vallások, ugye,
az emberi rendszerek folyt azt mondják, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Tehát egy milliárd és végtelen dolog van, amit nem kell csinálni. Tehát folyton szaporodnak az, amit nem kell csinálni. Szaporodik az, amit nem kell csinálni. Ezért a törvények, az emberi törvények burjánzanak valósággal. Minden nap betesznek egy újabb törvényt, vagy 10 újabb törvényt. Ne. Ez maga a sátán. A teljes robotizálás, teljes gépiesítés. Ez a vallás. Az állami rendszer, meg minden. Az emberek, a törvények folyton szaporodnak. Végén már annyi törvény lesz, hogy az a lélek teljes mértékben meg fog semmisülni, ez maga a kárhozat. Hogy az emberek a földi törvényekben hisznek, és nem a lelket keresik. Nem azt nézik meg, hogy mit kéne csinálni, mit volna jó csinálni, hanem folyton azt nézik, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. És aki ebben benne ragadt, az a személy menthetetlen, teljesen biztos, hogy ha naponta 200-ra elmondja azt, hogy Jézus, akkor sem fogja meglátni Isten országát. Egyszerűen lehetetlen. Nem fogja meglátni Isten országát. Mert folyton arra figyel, amit nem kéne csinálni, amit mondnak a vallási vezetők. De ez, ennek a halmaza végtelen. Folyton van egy újabb nem. Ne. Ezt a végtelenségig lehet sorolni. Ne csináld ezt. Ne csináljál kizállást, mert a vér az agyadra megy. Ne csináld azt. Így járjál, ne úgy járjál. Egy csomó nem. De ez végtelen. Csak azt mondta Jézus, hogy inkább igen, csináld azt. És az is végtelen. Ez azt jelenti, hogy a jó dolgoknak a tárháza is végtelen, kimeríthetetlen. Ez itt van nekem örök életem, hello. Mert mindig igyekszem azt csinálni, amiben élet van. Nem azzal foglalkozok, hogy mit ne csinálj, mit nem kell csinálni. Nem ezzel kell folytani, foglalkozzak. Felhívom a figyelmet most például a vallásrendszereknek a hátultére. Hát, ha valaki megérti, hogy a vallás, a kereszténység és Krisztus két különböző fogalom, két ellentétes fogalom, mint olyan messze van egymástól, mint napkelet, napnyugtától. Teljesen biztos, aki nem hiszi, járjon utána, ne hallgasson többet engemet, olvassa az evangéliumot, imádkozzon, hogy Isten, a Szentlélek adja neki megértéseket, és meg fogja látni, hogy amit mondok, az igaz. Hogy a vallási rendszerek Jézus nevében taszítsák be, mint a buldózerek taszítják be az embereket a pokolba. Ezt csinálják. És akkor nem azt mondom, hogy ne menjél templomba, nem mondom ezt. Csinálj azt, amit akarsz, te dolgot, te életed, te lelked. Én azt mondom, ha szabad akarsz lenni, akkor te személyesen ismerd meg az evangéliumokat. És neked legyenek személyesen megértéseid, akkor szabaddá válsz, amíg embereket követsz, folyton templom, egyik gyülekezet, más gyülekezet. Vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen zarándokok. Egyik gyülekezetből mennek a másikba. 40 éves vagy 50 éves is már volt, vagy 6 vallása. A buddhizmustól egészen a baptizmusig mindent kipróbált, és még mindig nem érkezett meg, nem is fog megérkezni. Mert még mindig embereknél keresi az igazságot. Hogyan szabadulhatna ő meg? Semmi esély megszabaduljon, amikor olyan embereket hallgat, akik pénzért prédikálnak. A béresek, ugye? Pénzért mondják azt, amit az emberek hallani akarnak. Hogyan szabadulhatna meg bárki is olyan személyek által, akik pénzért prédikálnak? Hát ez a teljesen abszurdum, aki picit is gondolkozott életében, egy picit, csak egy picikét, tudja, hogy ez abszurdum, tehát aki pénzért prédikál, nincs, ahogy igazságot mondjon, mert ő a mammontól veszi a jutalmát, a sátántól veszi a jutalmát, maga a pénz az ő jutalma, és ő folyton azt fogja mondani, amit hallani akar az, aki adja neki a pénzt. Tehát nincs, ahogy igazságot szóljon. Teljes igazságot semmiképp. Igazságot felhasználja, és azt elcsűri, csavarja, hogy az embereket bentartsa a szervezetben. A baptisták között, a hitgyülekezetében, a római katolikus vallásban, a református vallásban, a hinduizmusban, különböző szektákban. Nincs, ahogy egy olyan ember igazságot szóljon, aki pénzét hirdeti, a lelkiséget, a mennyek országát. Jézus nem hiába mondta, ingyen vettitek, ingyen adjátok.
Tehát a különbség a vallások és az igazság között az az, hogy a vallások azt mondták, hogy ne, és ez a végtelenség, tehát egy folyamatos süllyedés a pokol felé, végtelen süllyedés, ez a sok nem, és a Krisztus, maga az igazság, az a sok igen, megcsinálom ezt is, mert szép, azt is, mert ékes, azt is, mert öröm van benne, azt is, mert örömet okozok embertársaimnak vele, és nekem is öröm, örömöt okozni másoknak, és állandó növekedés a mennyek országa, egy végtelen, hosszú élet növekedés, örökkévaló megújulás a lélek számára. Nem azt mondja, hogy ne csináld ezt, figyeld meg, milyen jó ötlet, próbáld ki, ha nem hiszed, jár utána, nézd meg, hogy milyen. Működik-e vagy sem? És hogy megértsük, hogy miről van szó egész pontosan, felolvasom a Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből a 24 és 26-os versek közötti részt. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más 7 lelket, magánál gonoszabbakat. És bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Miről van szó? Arról van szó, hogy a babbácsi elmondta, valósított, elmondta, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt. Mondott neked egy csomó nemet, felírta ugye receptre a sok nemet, és te megpróbálod azt betartani. Nem csinálod ezt sem, azt sem, amaz sem. Lemondasz hirtelen mindenről, hirtelen szent leszel. De közben tehát kivette egy csomó rossz tulajdonságot, ami tényleg rossz volt. Mert a pap, amit mond, az tényleg rossz. Amit a vallásvezetők mondanak, hogy rossz, az tényleg rossz. Ez így van. Tehát sok igazságot tartalmaz az ő beszédük. Különben nem tudnának érvényesülni, ha nem használnak fel az igazságot. De az a probléma, hogy az ember lemondott egy csomó rossz dologról, de viszont a helyet nem töltötte be az újjal, a jóval. Azzal, hogy csináld azt, látogasd meg a beteget, látogasd meg a rabot a kórházban, a börtönben. Segítsél, kend meg az ő sebét olajjal, ugye, borral, gyógyuljon meg, imádkozzál érte. Az ember nem csinálja ezt, és a háza folyton megtelik. Ugye a régi tulajdonságokkal visszajönnek a régi tulajdonságok, a rossz tulajdonságok, de sokkal durvábban jönnek vissza, és az ember bekerül a diliházba. Megy be a diliházba, mert korábban tolvaj volt, most már gyilkos is. Miért? Azért, mert a tolvajlást kivette az ő életéből, de nem töltötte be annak a helyét szentséggel, Jézusnak a szavaival, annak cselekvésével. És a gonosz dolgok visszajöttek az ő életébe, 8-szorosan. S ment a diliházba. A korábbi felvétel arról szól, az előző felvétel arról szól, hogy a kereszténységből a diliházba. Ez a lényeg az egésznek. Hogy a sok tiltásra az embertől elveszik a rossz dolgot, de erőszakkal veszik el. Ez nem megváltás. Ez erőszak. Ugye? Ez törvény. Erőszakkal elveszik az embertől rosszat, de nem adnak helyette jót, jobbat, annál, amit korábban tapasztalt. És nincs ahogy megszabaduljon az ilyen ember. Sőt, rosszabb lesz az ő állapota, mint amilyen volt korábban. Tehát így taszítják a vallási rendszerek a kárhozatba az emberi lelkeket. A sok nemmel. Tehát nem hiába van az, hogy a törvények szaporodnak. Most már annyi a törvény, hogy lassan nem fér el a parlamentben. És az emberek egyre csak butánbak. Mert folyton azt mondják, hogy ezt sem szabad csinálni, azt sem szabad csinálni. Nincsen értelem bennük. Nem történik meg velük az, amit Pál mondott. Hogy változatok el az elmétek megújulása által. Mi újítja meg az elmét? Hát az igazság. Az emberek nem ismerik az igazságot. Csak a sok nemet ismerik. És erőből próbálnak bemenni Isten országába is, nem megy. Nem kegyelemből akarnak bemenni. Nem úgy akarnak bemenni, hogy Istenem, adjál nekem igaz szerelmet.
olyan szerelmet, amilyet éreztem gyermekkoromban az első barátnőmmel szemben, ugye az első pasimmal szemben, adja nekem olyan szerelmet az igazsággal szemben, annál erősebb szerelmet, mert az engemet meg fog melegíteni. Megismerem az igazságot, cselekszem azt, és érzem azt, hogy szabadulok fel általa. Igazi öröm van benne, telek meg lélekkel, és a jó, az új kiszorítja a régit az én életemből. Ez a megváltás, hogy leváltom a régit az újra, ugye? Megkapom az újat, megkaptam a szántóföldben talált kincset, óriási kincs, és azért a kincsét fogok én lemondani a régiekről, mert az új kincs értékesebb, sokkal szebb, mint a régi, és elhagyom a régi dolgokat, hogy befogadjam az újat az életemben. Ez a megváltás. Nem az, hogy ne. Ezt lehet sorolni a végtelenség a sok nemet, és ez maga a pokol. Az ember mehet a diliházba, majd a temetőbe, sonit a pokolba egyenesen. A lelki kárzatban, mert ugye a lelke tönkre ment. Tehát ugye a sátán szó azt jelenti az arámi nyelvből lefordítva, hogy megtévesztés, valakit letéríteni az útról, az élet útjáról, ez a sátán. Teljesen biztos, hogy minden vallás sátáni. Sajnos azt kell mondjam, hogy sok egyszerűen, hogy mondjam, szerény mesternek a szavaiban, aki talán nem is ismeri Jézust, sokkal több igazság van, sokkal több szabadság van, mint abban, amit a kereszténység hirdet. Azt is szinte ki kell mondjam, hogy a buddhisták talán, vagy a hinduk, vagy az összes többi vallás közelebb van az igazsághoz, mint a kereszténység. Mint ahogy az irgalmas szamaritános és a római százados közelebb volt Isten országához, mint a farizeusok, a zsidók, akik ismertik a törvényeket. Kényelmetlen kérések ezek, kényelmetlen dolgok, de fontos megérteni, mert másképp nincs, ahogy az ember teljes szabadulást nyerjen az ilyen ezektől a játszmáktól, ezektől a vallás játszmáktól. Aki nem esik szerelembe az igazsággal, és nem éri meg ezt a személyes kapcsolatot az igazság lelkével, hanem folyton azt hallgatja az emberek, mire mondják azt, hogy ne csináld azt, ne csináld azt, teljesen biztos, hogy lejtőre megy. És a szánkója egyre csak gyorsul befele, az oldalon befele. Remélem, hogy sikerült érthetően fogalmazni, hogy hogyan taszítják az emberi rendszerek, a vallási rendszerek az embert a kározatba. És aki ezt érti, nagyon fontos dolgot megértett. Most már csak egy újabb lépés, ugye, az a lépés van hátra, hogy megtöltse az ő házát igazsággal, hogy keresse, éljezze az igazságot, gyakorolja azt, cselekedje azt, legye örömét benne, és így elszakad a régitől, a rossztól, a haszontalantól, attól, ami nem működik, nem működőképes. És meg fog szabadulni. Szabad emberi fog válni, és meglátja Isten országát. Teljesen biztos. Tehát erőszakkal, izomból, agyból nem lehet lemosni a szennyet magunkról, teljesen biztos. Csak úgy, hogyha van egy jó szappan, tiszta víz. Mi a tiszta víz? Jézusnak a beszéde. Annak a cselekvése, az a mindennapi kenyér. Amit az ember, hogyha elfogyaszt, nap mint nap magához vesz, teljesen biztos, meg fog szabadulni. Nincs, ahogy ne szabaduljon meg. Mert az igazság feloldja a hazugságot, a gonoszságot. Feloldozza azt, a hazugság kötelékeit, elszakítja azokat. Sok sikert kívánok mindenkinek, Isten áldjon mindenkit, sziasztok!